Szevasztok, Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Project CV. A Project Cold War mint olyan, és csapódunk is bele egy játékba. A matchmaker már dolgozik, van vagy 50 játékos körülbelül a range-ünkben, betöltsük a képet, és szépen lassan bele is fogunk vetődni a játékba. Ismételten supportot játszunk, azért, hogy nagy nehezen végre egyszer valahára már szintet tudjunk lépni a Divisionon belül, és hogy meg tudjuk kapni a kettes szintet. Aztán majd meglátjuk, hogy az pénzügyileg, meg felszerelésügyileg hová fog minket helyezni, de itt is vagyunk, csapjunk bele, harcoljunk meg az ellenséggel, aztán elválik, hogy mire jutunk. No szóval, fogjunk lovat lasszóval. Nem mondod. Ladát megspóroljuk. Menjünk fönt vagy lent? Menjünk fönt. Au, ez fájt. Mi az ég valagát kaptunk el? Nem tudom, hol vagyok és mit csinálok, de azt nagyon. The game walks into our bag. Oha! Ez jött. Csak úgy. Szarva közt a tőnyit. Jó, szóval az A az ellenségé. Hát erről akkor tenni kellene valamit ez ügyben. Így, ide szépen becuppanunk. És szépen elfoglaljuk az A-t. Ups, ez fájt. Fedezékbe megyünk. Marked our territory. Base C is under attack. Honnan tüzelsz? Az anyád úristenig. Azt, ahogy kiszedtek. Nem is láttam, honnan lőttek. Patience rewards the skilled. Hol vagytok, mocskok? No resting on laurels to the next one. Hmm.
Sanitäter, man down. I'm still good. Ó, csáz meg! The hunt's not over yet. Haha, sznájpolgatunk a hegycsúcsról. Mások is minket. Honnan van nekik már ilyen tankjuk? Vagyis ez a hősük. Jó, így néz ki a termálimit. That's how we win. Yay! Egy kill, egy assist, 1800 damage, hát nem sok, két capture. Éppen nem villogtunk hüde nagyon sokat ezen a meccsen, de legalább győzelem van, aminek folyamányaként, ugye bár nagy valószínűséggel, hogy azért már csak-csak elértük a kettes szintű divíziónkat. Aztán meglátjuk, hogy abból mi származik, vagy mi se. Jó, nem lettem utolsó, legalább annyi. Én nekem az is eredmény. Tehát itt van valami fölkiáltó jel, hogy edit loadout, tehát ide bírunk vásárolni még azért most így hirtelenjében valamit. Ez mi? Decoy cooldown time, energy points, decoy energy cost plusz egy decoy, energy regeneration. Hát, őszintén ez nem igazán értem még, hogy mire jó, de legyen ez. És akkor ez így itt installálva is lett. Perkök, az már 1000-be kerül darabja, tehát az még azért ordább lesz. Konzumébe, ez ingyen van a repair kit, 50-25 per meccs. Echo Pulse, ez ingyen van. Track 'em like a bat, send out an Echo Pulse marking all enemies around your vehicle, sending this data to your allies. Tehát ez mind valami ekolokáció? És ingyen van?
akkor elklippeljük, mit tudom én. Jó, tehát ő neki már ez volt meg. Battle Pass Tier 21, hát azt se tudom, hogy az mifán terem. Ehhez kell 4000 ilyen currency, ez Battle Pass-es, ezek pedig coming soon-ok. Azt nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne valahogy megnyitni. Minden esetre érdekes. Firing range. Nézzünk. Próbálkozzunk valami, mit tudom én mivel. Ezek ilyen valami seasonal rewardok, amikről egyelőre fogalmam sincs, hogy hogyan lehet őket beszerezni. Valószínűleg így. 15-ösön kapjuk ezt, és akkor 21-en jön a csaj, tehát végig kell, hogy csináljunk mindent, hogy megkapjuk ezt a General Electrodynamics-es 8 megajoule-os Railgun-os nőszemét. Stílusosan Ray a neve. Tehát van 3455 vagy 66 vagy valahogy így XP-m is 4000 kell ahhoz, hogy megkapjuk ezt az első, mit tudom én, micsodát. Aztán pedig tovább, tehát itten vannak akik ezt már végigvitték, és te jó szagú úristen. Kíváncsi vagyok, hogy ez mi lehet. Operation Recruit, Mission Rewards, 1000 pénz, meg egy valami nem tudom micsoda. Play 10 battles. Capture 10, stb. De hát én játszottam már nem egyet. Ja, hogy ezeket aktiválni kell. Aha. Ja, tehát hogy itten fogom, aktiválom, akkor ez nem PvE mégsem. Pedig reméltem. Ezeket pedig még nem lehet. Jó, akkor fogjuk ezt, és akkor aktiváljuk, hogy Play 10 Battle, aktív. És akkor mennyit bírok aktiválni? Capture 10 bases. Heal, deal. Hát mit tudom én. Ja, hogy egyszerre csak egy lehet? Ó, cseszki szemét. Hát akkor menjünk szép sorjába, és akkor legyen ez. Collected tokens. Tehát össze kell szedni valami 10 tokent. Operation Reward Atom, hogy megkapjuk ezt az emberkét. Na mindegy, akkor most már legalább ezt is tudjuk. View Operation, ez aktiválva van. Seasonal Store Leaderboard. Store-ban mit lehet venni? Booster pakkot lehet venni majd, nem sokára. Feature currently in development. Jól van. Hát mit tudom én, akkor játszunk le még egy meccset, pusztán csak úgy az érdekesség kedvéért. Deal 5 critical hits, hát abból egyet sikerült beadnunk. Ezzel elértük a kettes szintet, úgyhogy akkor
most próbálkozzunk ezzel a Defenderrel, hogy ezzel is valahogy el tudjuk érni a kettest. Ez ilyen valami amerikainak tűnik, ami azt illeti. Az előző az valami osztrák hegyi vadász volt, ez meg... Hát... Ez valami Patton tank akar lenni. Valami M nem tudom hányas. Hogy 50... M50 nem tudom hányas a Patton, de valahogy arra akar engem asszociálni ez a jószág. Elvileg talál is nekünk itt majd mindjárt pár játékost. Jó, megtöltikézzük a képet, aztán majd lehet menni. Na, és akkor csapódunk is bele. Lock and load, ladies and gentlemen. Vietnam Conquest. Nem ütöttük át. Jó, honnan vannak már ilyen tankjaitok? Franca beleteket. Yet another glorious comeback. We're hanging by a thread. We're all safe here. Job is to get the job done.
Hol van a C? Itt a C. Menjünk rá a C-re. We're pinned! Oi. De meglettem pöngette? Nem mondod, bazdmeg. Azt hiszem, hogy itt most utolsó lettem. Na de semmi baj. Nincs avval semmi baj, hogy az ember utolsó, ameddig húzzuk befelé a győzelmeket. Na jó, még egy meccs kell, és akkor ebből is megvan a kettes szint. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmasters rajongók. Egyik lettünk volna már akkor a Project CV-vel.
Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!